horgosi egészségház épületét teljesen felújították. Külső hőszigetelést kapott, kicserélték a nyílászárókat, valamint Magyar Kanizsa 3 millió dináros támogatásának köszönhetően új fűtésrendszerrel szerelték föl. Ebben az állomásban hétfőtől, tehát 3 nap múlva megindul a munka, a rendes munka. Tudnunk kell, hogy ezen az állomáson 3 választott orvos dolgozik az általános osztályon, aki plusz ugye a kötöző, illetve dolgozik gyerekgyógyászat, minden nap egy orvos és egy nővér, illetve fogászati rendelés is jár az itteni pácienseknek, heti szinten pedig kilátogat egy nap a belgyógyász, illetve a pszichológus. Ezzel a beruházással a jövőben mind az egészségügyi dolgozók munkája, mind pedig a polgárok ellátása, gyógykezelése jobb körülmények között történik. Én nagyon örülök neki, hogy itt Horgoson is a polgároknak volt türelme kivárni ezt a néhány hónapot, hiszen addig ideiglenes megoldást kellett találni arra, hogy a rendelés mégiscsak folyjon, és a horgosiaknak se kelljen másik településre átutazgatni, hogyha orvoshoz kell menniük. De én úgy gondolom, hogy aki ide eljön, az nyugtázni tudja azt, hogy megérte várni, és valóban egy szép, impozáns épületet kapott. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy több évtizedes használat után újra felújították az egészségházat, mert már hát jócskán leamortizálódott, hát ugye az elmúlt 40 évben sokat volt használva, ugye Horgos nagy település, és hát nagyon sok ember látogatta, és nekünk ez egy nagyon lényeges, fontos stratégiai épület, ugyanúgy az iskola, óvoda mellett, tehát az egészségügy, az egészségház, és az embereknek az egészsége nagyon fontos. Hamarosan felújítják a Magyar Kanizsai Egészségházat is, a tervdokumentáció elkészítése már folyamatban van, és a következő 2 évben meg is valósulhat, tette hozzá a polgármester.